Jó estét kívánok, Önök Gyöngyös Ma című közéleti magazin műsorunkat látják, melynek első részében Gyöngyös városának a pénzügyi helyzetéről beszélgetünk. Itt van velem Kovács Róbert, pénzügyi és költségvetési igazgató. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a tisztelt tévénézőket! 2023 elröppent, majd arról is beszélgetünk, hogy 24-et hogy tervezi az önkormányzat, a 23-as értékelésre hogyan látja? Én azt gondolom, hogy sokkal jobban zártuk az évet, mint amilyen kilátásokkal nekifutottunk. Ugye mindenkit sokkolt a tavaly évvégi energiaáremelés, ami az önkormányzatunkat hát szó szerint sok 100 millió forintos kiadásnövekménybe hajszolta bele, és ebből adódóan sajnos jó néhány olyan intézkedést kellett meghozni, ami a téli üzemet érintően korlátozásokban öltött testet, tehát ez sajnos a városlakók is megérezték, akár a sport, akár a kultúra valamelyik ágára gondolunk. Ehhez képest azért, ha most kasszát csinálunk, akkor azt gondolom, hogy bár ezek a terhek mindig nyomasztóak voltak, de már ismertük őket, amikor a terveket összeállítottuk, és a terveinkhez képest is legalábbis a saját bevételeink, és itt különösen az adóbevételekre utalok, lényegesen jobban teljesültek, mint ahogy azt terveztük, és ez egyfajta megnyugvás, és egy lehetőséget adott a testületnek is arra, hogy olyan feladatokat is bevállaljon évközben, amit eredetileg nem terveztünk. Igazgató úr, hogyan alakultak az adóbevételek? Így már most évvégén nagyjából látszik, hogy hogyan teljesítettek az állampolgárok, illetve az adófizetők, hogyan alakult az idei év? Hát ugye, ha adóbevételeket vizsgáljuk, akkor mindig az iparűzési adó az a kulcskérdés, hiszen az adóbevételünk 85%-át ebből az adónemből számoljuk el és teljesítjük, és hát ebben is az élen jár az a 15-20 nagy vállalkozás, aki az adóink 65-70%-át fizeti meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó évet zártak. Lényegesen több adóbefizetés történt, mint amit előzetesen számoltunk. Ha néhány számadattal szabad ezt illusztrálni, akkor körülbelül olyan 3,3 milliárd forintot terveztünk iparűzési adóból, és most több mint 500 millió forinttal több az eddig elszámolt bevételünk, és azért nem viszem le a pontot, mert még decemberben is lesznek olyan bevételeink, amikkel számolunk, tehát azért ez már olyan nagyságrend, ami az egész város költségvetése szempontjából lényeges. Igazgató úr, a költségvetési koncepció nem kötelező feladat már az önkormányzat képviselőtestületének, viszont a költségvetés egyfordulós, és ezt február közepéig el is kell fogadni. Most már ezek a tervezések is zajlanak, hiszen már itt a december, és nem is teljes hónap lesz az ünnepek miatt. Hogyan látják a jövő évet? Van-e már valami koncepció, amire lehet alapozni? Esetleg annak tekintetében, amit az állam felé is teljesítenie kell az önkormányzatnak, tudnak-e már számokat? A költségvetési koncepciót legalábbis így Gyöngyösön mindig inkább a fő irányultságokra helyezzük a hangsúlyt, és a fő csapás irányokat szoktuk meghatározni benne, konkrét feladatok és hozzárendelt értékek nélkül. Tehát igazából itt a testület azt szedi csokorba, hogy mi az, amit szeretne a következő évben megvalósítani, mire fókuszál, és gyakorlatilag a költségvetés előkészítők számára ad egyfajta itinert, és akkor ezt próbáljuk majd meg számokkal megtölteni, és ennek az eredője lesz majd az, hogy reményeink szerint február közepére lesz egy mindenki számára, vagy a többség számára elfogadható, jogszerű és finanszírozható költségvetésünk. És valóban arról szól a dolog, hogy a koncepció ismeretében már megtettük az első intézkedéseket a részletszámítások elvégzése tekintetében, a társaságainkat megkerestük, a hivatalon belül megkezdődött a tervező munka, a napokban majd az intézményeinket is bevonjuk ebbe, mert azért ezek mind olyan háttérinformációk, amire időt kell szabni ebben közreműködők számára, és akkor január elejére már várjuk a visszacsatolást,
megcsinálunk egyfajta összegzést, nyilván kiegészítjük az információkat azokkal, amik nálunk állnak rendelkezésre, és hát azt tervezzük, hogy sok-sok belső egyeztetés eredményeként majd kialakul egy olyan költségvetés, ami reményeink szerint a városvezetés szimpátiáját is magával hordozza. És az elvárt, illetve kötelező kiadások tekintetében látják már azt, amit az állam felé mondjuk teljesíteni kell, szolidaritási adó és egyebek, növekedtek ezek a számok? Igen, abból adódóan, hogy a helyi adó tekintetében lényegesen több bevételt realizáltunk, és abból a sajnálatos tényből fakadóan, hogy a város állandó lakossága viszont csökken, az város adóerőképessége az soha nem látott magasságokba emelkedett, és a szolidaritási hozzájárulás, mint fizetési kötelezettségnek ez az alapja. És ebből következik az, hogy az idei körülbelül 845 millió forinttal szembe a jövő évre 1 milliárd 65 milliót kell fizetnünk, tehát ez egy több mint 200 millió forintos többlet fizetési kötelezettség, erről már biztosan tudunk. És csak becsülgetjük azt a másik nagyon komoly meghatározó tényezőt, jelesül a központi bérintézkedéseket, tehát a minimálbér és a garantált illetmény legkisebb összegének emelkedését, ami egyrészt szintén egyfajta kötelezettség minden munkavállaló számára, másrészt az önkormányzat számára azért jelent egyfajta kihívást és kötelezettséget, hogy a munkaerő megtartása érdekében az ebben nem részesülő kollégák számára is valamilyen bérfejlesztést, perspektívát kell felajánlanunk, mert a munkaerőpiac könyörtelen, és ha nem tesszük meg, akkor elviszi a jól képzett munkaerőt. Igazgató úr, köszönöm szépen a válaszait. Természetesen, amikor a költségvetés készül, és már tudunk irányvonalakat, akkor visszavárjuk Önt. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és élni kívánok vele. Kedves nézőink pedig ne kapcsoljanak tovább, maradjanak velünk, hiszen folytatjuk is műsorunkat, még pedig Maka Piroskával, a Kistérségi Humánszolgáltató Központ igazgatójával beszélünk két nagyon fontos programról.